Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Egy kiszivárgott beszéd szerint Orbán Viktor volt minisztere és lelkésze, Balogh Zoltán Püspök, maga ismerte be egy lelkészi konferencián, hogy nem csak a bicskei pedofil segítő K. Endre elnöki kegyelmében játszott főszerepet. Szavai arra a gyanúra adnak okot, hogy más bűnözők, köztük egy pályázati csalás elkövetője is, Baloghtól remélt segítséget. Balog úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos ember kegyelme érdekében járt el, akiket elítélt a bíróság. A demokratikus koalíció azonnali válaszokat követel az Orbán kormánytól. Kik álltak még K. Endre kegyelme mögött? Balogh Zoltán valóban beavatkozhatott a magyar igazságszolgáltatás működésébe. K. Endrén kívül voltak még elítélt bűnözők, köztük pedofilok és pedofil segítők, akiknek elnöki kegyelméért Balogh Zoltán lobbizott. Hány pedofil bűnöző úszta meg a börtönt az Orbáni pedofil hálózat ténykedése miatt? Válaszokat kell kapnunk, de ez már kevés. Ahhoz, hogy az Orbáni pedofil hálózatot kisöpörjük az országból, nem egymást, hanem Orbán Viktort kell legyőzni. Ha Orbán június 9-én az EP választáson elveszíti a többséget, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltással. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazon a legerősebb ellenzéki listára, a DKMSP párbeszéd közös listájára. Balog Zoltán kiszivárgott beszéde egy demokratikus országban akár bizonyítékul is szolgálhatna az Orbáni pedofil hálózat lebuktatásához. Az Orbán rendszer ügyészsége azonban nem fogja lebuktatni a fideszes pedofilokat, mert az még jobban megrázná a kegyelmi botránytól már így is megtört Fidesz tábort. Ezért kell újabb ütést bevinni az Orbán rendszernek a június 9 i európai parlamenti választáson, ahol végképp elveszhet Orbán többsége. A demokratikus koalíció tehát azonnali válaszokat követel az Orbán kormánytól. Kikáltak még Káendre kegyelme mögött? Balogh Zoltán valóban beavatkozhatott a magyar igazságszolgáltatás működésébe? Káendrén kívül voltak még elítélt bűnözők, köztük pedofilok és pedofilsegítők, akiknek elnöki kegyelméért Balogh Zoltán lobbizott? Hány pedofil bűnöző úszta meg a börtönt az Orbáni pedofil hálózat ténykedése miatt? Válaszokat kell kapnunk, de ez már kevés. Ahhoz, hogy az Orbáni pedofil hálózatot kisöpörjük az országból, nem egymást, hanem Orbán Viktor kell legyőzni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!